Óvodai körképünket a Mesevilág óvodával folytatjuk, innen Terézvárosból Jámbor Zsuzsanna, óvodavezető a vendégem. Szeretettel köszöntelek. Én is szeretettel köszöntelek. Az előbbi beszélgetésből azt tudtuk meg, hogy már túl vannak a nyílt napon, viszont nálatok április 21-e és 22-e az 28-a. 21. és 28-a azok a napok, amikor várjátok a szülőket, gondolom a gyerekekkel. Hogyan készültök a nyílt napra? Az idejében másként szervezzük, mint a tavalyi év folyamán. Most délután várjuk a szülőket, hogy azok is, akik bölcsödébe járnak, dolgoznak a szülők, azok is el tudjanak hozzánk látogatni. Így délután 4 órakor kezdődnek a programok. A lehendő kis csoportos óvónénik készülnek kézműves tevékenységekkel, játékkal a gyerekeknek, közben én pedig tudok a szülőknek tájékoztatást adni az óvodánkról. Most akkor ez egy kicsit más lesz, mert ha délután van, akkor nem azt nézik meg, hogy milyen folyamatosan az óvodának az élete, nem abban a pillanatban, hiszen már a gyerekek el fognak menni. Tehát akkor a nyílt napon gyakorlatilag az érkező szülőkkel érkező gyerekeknek lesznek a foglalkozások? Igen, nekik külön foglalkozást szervezünk. Természetesen ott lesznek még az óvodában a gyerekek is, hiszen még 4 órától lehet jönni, és 17:30-ig tervezzük a programot. Tehát ki lehet menni majd az udvarra játszani az ott lévő gyerekekhez, illetve rossz idő esetén be lehet látogatni a többi csoportszobába is. Az elmúlt évben nagy büszkeség volt, amikor az óvoda felújított épülete új szárnyal és megújult köntösbe birtokba lett véve. Mennyire sikerült belakni ezt az óvodát? Hát azt hiszem, hogy maximálisan most már belaktuk, már minden helységet használunk. Nagyon sok olyan helységünk van, ahol külön fejlesztések folynak, logopédusok, fejlesztő pedagógusok dolgoznak benne, illetve az udvarunk is egyre inkább szépül, tehát próbáljuk zöldíteni az óvodánkat, illetve olyan mobil játékeszközöket vásároltunk, amit a téli időszakban elrakunk, és ilyen tavasszal-nyáron pedig előveszünk. Ahogy én emlékszem, a nyitáskor voltam ott utoljára, hát akkor még ugye steril volt az egész környezet, már akkor is be voltak rendezve nagyjából a szobák, meg ki volt díszítve a fal, de még nem volt az az igazi belakott, ami ugye, most nem a csecsebecséket akarom hirtelen mondani, de igen, a gyerekeknek a munkái, stb. Kikerülnek. Hány helységgel rendelkeztek, hány csoporttal, mik a statisztikai adatok gyakorlatilag? Hát 7 csoporttal rendelkezünk, tehát 7 csoportszobánk van. Nagyon sok gyerek jár jelenleg hozzánk, tehát hogy a csoportjaink létszáma meghaladja a 25-öt, úgyhogy kicsit sokan vagyunk, bár szép, nagyok, világosak a csoportszobáink, tehát hogy a hely elegendő a gyerekeknek. Azért 25 elég sok. Hány pedagógus jut? Hát ugyanúgy, mint a többi óvodában, tehát 2 műszakban járnak az óvodapedagógusaink. Van az óvodának 3 pedagógiai asszisztens, aki segítik az óvónők munkáját, illetve hát a Dajka nénik még, akik tudnak segíteni az óvodapedagógusoknak. 7 csoportszoba van, tehát ezek szerint 7 csoport és 25-ös létszámokkal. Hány kimenő gyermekünk lesz ebben az évben? Az idejében 35 gyermekünk megy el az iskolából, és mindegyik iskola érett egyébként? Akik mennek, igen, de van egy csoportunk, ahonnan viszont 18 gyerek itt marad az óvodába, tehát hogy ők maxi csoportosok lesznek a következő nevelési évben. Ugye van egy logopédiai csoportunk, ahonnan 7 gyermek megy a szakértői vélemény alapján egy speciális iskolába, úgyhogy oda várunk gyerekeket, illetve egy kis csoportot tudunk indítani a következő nevelési évbe. Ebből az előző mondatból gyakorlatilag már az iskolán, bocsánat, az intézménynek, az óvodának a specifikumait is látni lehetett. Tehát itt ugye minden óvodának azért van valami specifikuma, az előbb beszélgettünk ugye a Szívó utcai óvoda kapcsán a környezettudatos nevelésről, ami egyébként mindenhol megvan, de mégis ők plusz hangsúlyt fektetnek a mozgásra, illetve ezekre a dolgokra. Itt, ahogy hallottam, azért nálatok megvannak a speciális csoportok, illetve a logopédiai csoport, a nyelvi fejlesztés. Hogyan alakult ki ez a fajta rendszer? Hát a maga logopédiai csoport az nagyon régen került be ebbe az óvodába, tehát ők még a Bajcsi-Zsilinszki utcában működött egy óvoda, és ők már akkor is, mint logopédiai csoport működtek, és amikor ez az óvoda bezárt, akkor lett beintegrálva a Munkácsi 10 óvodájába, ami azóta is működik. Annyi különbséggel, hogy ugye most már nem csak ebbe a logopédiai csoportban vannak beszédsérült gyerekeink, hanem a többi csoportba is integrálunk beszédsérült gyerekeket, illetve jelenleg van még autizmus
autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekünk, keves specifikus fejlődési zavarral küzdő gyermekünk, illetve gyermekkori emocionális zavarral küzdő gyermekünk. Úgyhogy... Tehát ez azt jelenti, hogy olyan gyermekeknek is helyett lehetőséget biztosítotok, akik valamilyen problémával küzdenek, és ővelük a legesleg nehezebb a szülőnek is haladást elérni. Ennek érdekében, hogy itt az ő fejlesztésük maximálisan alá legyen támasztva, milyen plusz segítségeket kaptok, akár fővárostól, akár központilag, akár a kerülettől? Az utazó gyógypedagógiai hálózat keretében kapunk logopédiai ellátást, a pedagógiai szakszolgálat pedig a szenzomotoros tornát tartó kolléganőt biztosítja, mert ugye a beszédfejlődésnek fontos része a mozgásfejlesztés is, és ez a speciális torna meg kifejezetten segíti ezeknek a gyerekeknek a fejlődését. Illetve hát én próbálok, mint gyógypedagógus, az autizmus specifikus fejlődési zavarra küzdő gyerekeknek segítséget nyújtani kommunikációfejlesztésben, illetve a szociális beilleszkedésben. Egyébként ez egy érdekes dolog, az esőember előtt nem nagyon találkoztunk ezzel a kifejezéssel egyáltalán, ami autizmus és az autizmusnak. Hihetetlen széles skáláján mozognak emberek, élnek közöttünk, végeznek nagyon jó munkát. Mégis sokszor érezzük, hogy valami probléma lehet nála, de nem tudjuk megfogalmazni. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy autisztikus jelleggel él az a gyermek, de ettől függetlenül még egy teljesen tökéletes tagja tud lenni a társadalomnak. Miből és mikor lehet megállapítani, hogy egy gyermekkel probléma van, mikortól kell speciálisan foglalkozni vele, és miért érdemes akkor hozzátok vinni azokat a gyerekeket? Természetesen nem csak azokat kell oda, vagy nem csak azokat várjátok, akiknek problémája van, de ez egy külön specialitás az iskolának, és én tudom azt, hogy amikor a fejlesztő osztályok megszűntek az iskolákba, és kivonták azt az egy-egy fejlesztő osztályt, mekkora gondot jelentett nagyon-nagyon sok szülőnek, hogy akkor most hogyan tovább? Hát igen, nagyon nehéz a szülőknek. Maga a sérülés, vagy bármilyen elmaradás, én azt gondolom, már ott a 6.-7. hónap tájékán elkezdődik. Tehát amikor már a mozgás fejlődése a gyereknek nem marad, lemarad, nem fordul, nem csúszik, nem kúszik, nem mászik, tehát innen indul, aztán a következő lépés, amikor a beszédfejlődés sem indul meg, tehát hogy azért olyan egy éves kor körül már azért minden gyereknek azért a csúszás-kúszás-mászáson túl kell jutni. Tehát ha idáig jutott el, akkor ott érdemes már szakembert megkeresni, amennyiben a beszédfejlődése, tehát ilyen 20 hónapos kor körül még egy-két szót mond, tehát már ott is érdemes egy szakembert megkeresni, hogy csak megkésett beszédfejlődés vagy más probléma áll a beszédelmaradás hátterében. Aztán, amikor óvodába lépnek, ugye a társas kapcsolatok mutatják leginkább azt, hogy esetleg van lemaradás a gyerek tekintetében, nehezebben illeszkedik be, nehezen tud váltásokat megélni, tehát hogyha a napi rendben egy újabb pont következik, akkor ő ugye nem tud váltani, sírva fakad, nehezen lehet mondjuk egyik tevékenységből a másikba átterelni, mondjuk egy autizmus tüneteket mutató gyermeknél. Kommunikációval, tehát hogy nem tud úgy kommunikálni a társaival, nem tud együtt játszani a társaival, tehát hogy ez mind-mind jel lehet. Könnyű ezt fejleszteni, vagy nagyon-nagyon nehéz? Hát az azért nehéz, mert hogy minden autizmussal élő gyermek személy nagyon különböző. Pont ezért, mert hogy egy spektrumon mozognak. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó intellektussal rendelkező gyermeket, aki mondjuk mégsem tud beszélni. Tehát, hogy az IQ-ja nagyon magas, beszélni nem tud, ezért nagyon nehéz fejleszteni. Vagy olyan autista, aki tud beszélni, de alacsonyabb intelligenciájú, őt mondjuk könnyebb fejleszteni. Tehát, hogy ez ilyen nagyon-nagyon változó. Illetve ugye mindent befolyásol, hogy mondjuk milyen magatartási jeleket mutat a gyerek, mert van olyan gyerek, aki nagyon visszahúzódó, nagyon visszafogott, viszont van olyan gyerek, aki ugye nagyon sír, nagyon hisztizik, nagyon dürohamokat kap, ugye, ha nem az történik, amit ő szeretne, illetve nem készül föl arra, hogy most változás fog történni. Ezek a speciális nevelési igényt igénylő gyermekek teljesen külön csoportban vannak, vagy pedig együtt vannak a többiekkel? Milyen hatással vannak ezek a gyerekek a többiekre, és viszont?
Tehát mivel az autizmus ugye nincs egy felirat, hogy én autista Igen. vagyok, tehát hogy a gyerekek többsége nem nem veszi észre, uh-huh. nem érzékeli. Úgyhogy ilyen esetekben, tehát azt látják, hogy egy kicsit más, tehát uh-huh. hogy mondjuk van olyan gyerekünk, akinek arra van szüksége, hogy sötét legyen, mert a fényt nem nagyon viseli, tehát hogy nagyon érzékeny a fényviszonyokra, és akkor az óvodapedagógus kialakított neki egy kis kuckót, ahová el tud vonulni, és a gyerekek tudják, hogyha ez a kis gyerek ott ül, akkor ő hozzá nem megyünk, mert neki most arra van igénye, hogy ő ott egyedül uh-huh. legyen. Tehát, hogy így tudjuk a gyerekeket befolyásolni. A másik gyerekre viszont, tehát a sérült gyerekre viszont nagyon jó hatással van a közösség. Tehát, uh-huh. hogy segítik őt, és ő is megtanul nagyon-nagyon sok mindent, főleg a társas érintkezés szabályait, hogy a gyerekektől, hogy ez viszont a gyerekek, akik egészségesek, 100%-osan, azok viszont toleranciát tanulhatnak. Igen. Igen, tehát mindenki mértékű, féleképpen igen. jó, hogyha nincsenek igen. szelektálva ezek igen. a gyermekek. Tud-e rontani, itt most a logopédiáról beszélek, és a normális gyerek, elnézést miatt, a kifejezés miatt most, tehát, a, tehát hogy a, ha felnőtt sejpegve beszél, vagy mit tudom én, az lehet a gyerek nyelvi fejlődésére hatással például? Nagyon sokszor halljuk azt, hogy nagymamák, nénikék mennek, egy kis pici mici. Tehát ez ronthat a gyereken, vagy teljesen mindegy? Aki egészséges, azt nem befolyásolja. Hát a normál beszéd fejlődésű gyerekeket is, én azt gondolom, ez befolyásolja, hogyha a szülő mindig ilyen mintát ad a gyerek felé, hogy uh-huh. hát ezzel a kis gügyögés hanglejtéssel beszél, ugye a gyerek tőlünk veszi a mintát, tehát hogyha ha ezt hallja folyamatosan, hogy gügyögve beszélünk, nem magyaros hanglejtéssel, akkor ő így fog megtanulni beszélni. Persze könnyű korrigálni egy idő után, uh-huh. hogyha egy olyan közegbe kerül, ahol más minta van, de azért befolyásolja. De hát ez csak hanghibákat hozhat be, hogy ilyen súlyosabb kísérülést nem. Hány éves kortól kell a beszédhibás gyerekeket egyébként. Most bocsánat, erre specializálódok, de azt hiszem, nagyon sok hasznos tanácsot tudunk adni a szülőknek. A logopédus foglalkozásra vinni, hogyha úgy érszük észre, hogy nagyon sejpít, vagy nagyon rosszul ejt hangokat. Tehát amikor bekerülnek a gyerekek az óvodába, a pedagógiai szakszolgálat logopédusa ugye az 5 éves gyerekeket méri föl, hogy iskola előtt ki az, akinek még van hanghibája, és azt még tudjuk javítani. Illetve az, a pedagógus azt látja, hogy van olyan gyerekünk, akinek mondjuk nagyon szegényes a szókincse, vagy beszédértési problémája van, akkor azt jelzi a logopédus felé, és akkor ő akár a kis csoportossal is elkezd foglalkozni, hogy mire kimegy az óvodából addigra azért. Értse a beszédet, illetve a beszédhiba már elmúljon. Nagyon leragadtunk ennél a speciális Igen. területnél pedig, azért a mesevilág óda nagyon sok minden másra is nyitott. Nézzük meg, mik vannak az, amelyek ezen problémás gyerekeken kívül még vonzóvá tudják tenni azoknak a szülőknek az óvodát, akik éppen a környezetben raknak, mert azt se szeretném, hogyha megijednének, és azt mondanak, hogy húha, itt problémás gyerekek vannak, akkor inkább nem viszem ide. Igen. Hiszen egy nagyon jó szellemiségi óvodáról van szó. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a mi óvodánk másik nagy specialitása ez a meseprogram, hogy a mesébe ágyazzuk bele az összes tevékenységet, tehát 4 hétig ugyanazt a mesét hallgatjuk, mesekönyvet készítünk az adott meséről, eldramatizáljuk, elbábozzuk, és a 4. hét végére már szinte minden gyerek azokat a mesefordulatokat megtanulja, ami a mesére jellemző, ezáltal ugye nagyon sokat fejlődik a szókincsük, képzeletük, nagyon sokféle technikát megtanulnak, hogyan lehet mesekönyvet készíteni, hogyan lehet bábot készíteni, bábparavánt, és ez nagyon sokat segít a gyerekek életében, színesíti a mindennapjainkat. A másik dolog, én azt gondolom, az óvoda tárgyi feltételei azért nagyon-nagyon jók, tehát mind a tornatermünk, hatalmas nagy tornatermünk van, rengeteg mozgásfejlesztő eszközünk, csoportszobáink felszereltsége, és én azt gondolom kimagasló, gyönyörű tágasak, világosak, ami egy nagy előny számunkra. A programjaink, tehát hogy nagyon sok programunk van, amivel próbáljuk a családokat bevonni, most például a Földnapja alkalmából szeretnénk egy közös szülői napot tartani, ahol megismerkedhetünk az óvodába járó különböző nemzetiségű családokkal, tehát ők vállalták, uh-huh. hogy az ő nemzetiségüknek megfelelő ételeket mutatnak be, népszokásokat, ruhákat, népi játékokat, és akkor ezt lehet majd így közösen eljátszani, megtekinteni, játszani vele a különböző nemzetiségű szülőkkel, családokkal. Hányféle nemzetiség található meg az óvodában? Hú, rengeteg, tehát, hogy hát szerintem egy ilyen 15.
Húha. Most jelenleg nagyon-nagyon sokfélék vagyunk, van horvát gyerekünk, hát kínai gyerekünk, orosz gyerekünk, brit, Fidzsi szigetekünk, tehát nagyon-nagyon. Ez köszönhető annak, hogy itt egy úgynevezett diplomata környezetben vagyunk, és ide hozzák a gyerekeket? Nem tudjuk, mert hogy igazából nagykövetségi gyerekünk egy-kettő van, tehát hogy a többiek nem a nagykövetségi gyerekek, milyen hanem érdekes. Hogy hát ilyen vegyes, azt szerintem azt gondolom a hatodik kerület népessége, tehát hogy egyre többen beköltöznek ide. Hogyan tudnak ezek a gyerekek beintegrálódni nyelvi nehézségek ellenére, és ezek szerint, hogyha ennyiféle nemzetiségű van, akkor elég érdekes lehet a csoportokon belül a kommunikáció. Hát igen, tehát hogy azért a családokkal leginkább tolmácsok. Keresztül tudunk kommunikálni, illetve azért most már jutottunk el odáig, hogy van olyan kislányunk, aki mondjuk szeptemberben megérkezett, nem tudott magyarul, most viszont már olyan ügyes, hogy ő tolmácsol az óvodapedagógus és a szülők között, ami egy nagyon-nagyon jó dolog. Hát változó, tehát minden gyerek ugye a maga temperamentuma szerint tanulja a nyelvet, illetve mer megnyilatkozni, mert hogy mondjuk ért mindent, de beszélni még nem mer magyarul. Illetve van olyan gyerekünk is, aki a saját nyelvén nem nagyon ért se a magyar nyelven, tehát hogy ővele így nem nagyon haladunk előre a nyelvtanulásban sem. Úgyhogy, de hát szép feladat. Elég érdekes és speciális dolog mondjuk 16 féle nemzetiséggel kommunikálni. Igen, mondjuk hát ez azért szétszóródik a csoportokba, illetve azért vannak olyan nemzetiségűek, akik kifejezetten ugye magyarul beszélnek, de ugye az őseik azért más nemzetiségek. Azt lehet tudni, hogy ezek a családok, akik itt óvodába elhelyezik a gyermeküket, ezek hosszú távon itt maradnak Magyarországon, vagy pedig egy rövid időre keresnek megoldást a gyermekek nappali? A többségük már rendesen személyigazolványjal rendelkeznek, lakcímkártyával, tehát hogy ők maradnak. Tehát akkor itt a gyerekeknek a nyelvi felzárkóztatása is egy borzasztó fontos feladat. Igen, az de szerencsére a pedagógiai szakszolgálat biztosít egy olyan logopédiai ellátást, hogy pont ezeknek a nem magyar anyanyelvű gyerekeknek logopédiai órákat tartanak, és akkor ezzel is segítik az ő felzárkóztatásukat. Ha már itt tartunk, akkor a gyerekek egymás közti kommunikációi akkor több nyelven, vegyes nyelven történik. Segítheti ez a többi gyereknek a nyelvtanulását, tehát a magyar ajkúaknak, anyanyelvűeknek a nyelvtanulását? Nem beszélnek a más nyelvű gyerekek az ő anyanyelvükön, tehát hogy amíg igazából nem tudnak magyarul, ők inkább nem beszélnek, tehát hogy mivel nincs közeg, amiben ő tudjon beszélni, mert ugye hiába szól hozzánk kínaiul, ha mi nem tudunk rá válaszolni, úgyhogy ők inkább, amíg nem tudnak magyarul, nem beszélnek. Hát ez is egy érdekes történet, és nagyon sok tapasztalat az, ami aztán a későbbiekben még hasznosítható lesz. Hát nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg erről az óvodáról. Mi az, amit még mindenféleképpen szeretné itt a szülőknek elmondani? Hát, hogy hát sok szeretettel várunk mindenkit a nyílt napukon mindenképpen, illetve a beiratkozás során is. Én azt gondolom, pedagógusaink nagyon magas szintű végzettséggel rendelkeznek, illetve nagyon elfogadóak és befogadóak, tehát tényleg, és ezáltal a gyerekek is ilyenné válnak, ami a mai világban azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Azt gondolom, hogy sok olyan információt tudtunk meg Jámbor Zsuzsától a Munkácsi utcában levő Mesevilág óvoda vezetőjétől, amely miatt érdemes ebben az óvodában is gondolkodni. Én nagyon jó következő nevelési évet kívánok. Köszönöm Menjenek szépen. El gyerekekkel együtt, tehát 21-én és 28-án a nyílt napra, mert érdemes lesz megtapasztalni az ottani légkört. Köszönöm. Én is köszönöm.